2013-ban vették fel az Arizonai Állami Egyetemre, Amerikában Michael Phelps edzőjével készült, így már itthon hangol a nyári budapesti vízes VB-re a tavaly 56-on EB ezüstérmes Bohus Rihárd, aki 100 gyorsan és 4x100-as gyorsváltóban is indul majd. Ő a vendégünk a kilátásokkal. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye tavaly az EB-n második lettél. Mit érhet az az ezüst, annak a lendülete, meg annak a presztízse egy világbajnokságon, mit gondolsz? Igazából nagyon jó lendületet adott nekem a következő évi felkészülésem, mert ugye eltörtem mind a két kezemet, és onnan azért elég nehéz volt visszatérni, és megadta nekem az önbizalmat igazából arról, hogy az itthoni világbajnokságra fel tudja készülni, és akár egy kicsit nagyobb és fontosabb benyomást tudja kelteni itt az úszóvilágban, főleg itt az itthoni közönség előtt. Nagyon izgatott vagyok igazából, hogy... Na most pont ezt akarom kérdezni, hogy milyen töbletet ad neked, persze az ilyenkor kötelező udvariasági körökön túl, hogy hát a hazai nézők, stb. Szóval, hogy mégis egy majdnem olimpián, de magyar nézők előtt versenyezni. Hát az teljesen más. Ugye az első nagy eredményem az Debrecenben volt 2012-ben az itthoni Európa-bajnokságon, és nekem amikor felálltam a dobogó harmadik fokára, akkor az leírhatatlan élmény volt, amikor az itthoni közönség tombolt nekem. Sokkal jobban várom nyilván, mint egy riói olimpiát, mert tényleg itt lesz az összes barátom, az összes családtagom igazából, hogy szurkoljon nekem, és büszkévé tehetem a magyar nézőket, szóval nekem igazából talán ez lesz a karrierem csúcsa. Na most van a felszabadító érzés mellett veszélye is a hazai pályának? Mármint, hogy pont ez, hogy nagyobb elvárások magaddal szembe is, veled szembe is, és ebből adódó lelki teher? Persze, hogy van, csak nekem igazából a stresszes segít, szóval amikor minél több terhet raknak a vállaimra, én akkor egyre jobban és jobban fogok teljesíteni. Például amikor a 4x100-as egyes váltóval úsztam az Európa-bajnokságon, ugye ott volt Laci is, meg mindenki, és én voltam az utolsó ember, és mondták, hogy jó lenne, hogyha azért... Nem tolnád el, amit összehoztunk. Igen, mert Laci felhozta ugye a váltót a második helyre, és aztán a világ legjobb gyorsúszóival kellett versengenem, úgyhogy én hátúszó vagyok, szóval az azért elég nagy teher volt, de igazából soha nem úsztam még szerintem olyan jól, mint abban a váltóban. Innen is a Duna Arénába mész? Igen, pontosan egyben megyek edzésre. Nincs messze. Na most milyen egyébként ez az új úszoda? Hogyan tapasztaltad és hogyan fogod belakni ezt a VB-ig az úszodát, és főképpen a medencét természetesen? Hát most jöttem ugye hétvégén Amerikából, szóval még elég jetlages vagyok, nem tudom eldönteni, hogy akkor most este van, vagy most pontosan milyen szaka van a napnak. Nekem nagyon tetszik tényleg, szóval amikor először bementem, ugye, akkor tényleg egy prestige úszoda, szóval a világ élmezőnyében megállja a helyét. Edzés szempontjából egy kicsit hideg van a nagy úszodában, mert ugye nyilván nehezebb befűteni, de szerintem tökéletes lesz a világbajnokság. Na most egy 50 méteres szám, az gondolom az ember, hogy nem a aprólékos kiszámíthatóságról, meg megtervezettségről szól, de hát mégis az EB győztes mellett ugye van amerikai, vagy lesz amerikai bajnokságból ismerős rivális, szóval abszolút realitás becsúszni arra a dobogóra? Hát igazából, hogy mondtad, igazából az 50 méter az lutri, szóval, hogyha mindenki jön, akkor az nagyon jól sikerülhet, mint mondjuk nekem tavaly az Európa-bajnokságon, ugye senki nem várta, hogy én megint fel fogok állni a dobogóra, de az Európa csúcsartunk mellett ugye ott oda tudtam állni, és tényleg magamnak is meglepetést okoztam, hogy az utolsó pár méteren be tudtam hozni a második helyre. Szerintem fel tudok csúszni a dobogóra, igazából szerintem nehezebb lesz meg bejutni a döntőbe, mert ott fognak majd a századok hát mellettem vagy ellenem állni, szóval arra majd kíváncsi leszek én is, de most azért próbálok még a 100 gyorsra fókuszálni, illetve még 106-ra szeretnék majd kvalifikálni, majd jövő héten megyünk Rómába az utolsó kvalifikációs versenyre, szóval még azért van egy-két úszás nem a tartsajomban. Szóval. Na ezt akarom kérdezni, hogy ezeken belül azért nyilván mindegyikben jó lenne jó szerepelni, jó dolog lenne, de ez azért ez az elsődleges, tehát ez a prioritás? Hogyha tudok kvalifikálni a 106-ra, akkor az lesz a prioritás. Ugye most voltam 4 hétig edzőtáborban az amerikai válogatottal, ugye a Bobo Mennel készültem. Elég komoly munkát tudtunk belerakni ebbe a felkészülésbe igazából. Magaslaton voltunk, szóval teljesen szétszedtek minket.
Belekerült most azért egy pár nap, amire összeszedtem magam, és azért a szervezetem kicsit megnyugodott, mert elég nagy terhelést kaptunk ott. Szóval én a százakra nagyon szeretnék fókuszálni. Bob szerint az 50 az nem is úszás, nem, mert ez csak olyan gyorsan megtörténik, hogy igazából sokkal nehezebb kiszámítani, hogy mik a lehetőségek. Ő inkább arra szokott menni, ugye 400-200, hogy akkor ott, hogyha belerakod a munkát, akkor az biztos úgy fog sikerülni. Egyébként hogyan írnád le Bob Bowmannek az edzői filozófiáját, ami leginkább közel áll hozzád? Hát valószínűleg a kegyetlen lenne a legjobb szó. Én nagyon szeretem, hogy Bob edzősködik, szóval mindig idézeteket rak az edzés végére, pont ami illik ahhoz az edzéshez. Tehát utána, hogy mondjam, meg is gondolkodtatja az ember? Persze, szóval ő nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy fejben is készüljünk, szóval minden edzésen elmondja, hogy vizualizáljunk, próbáljuk meg a sikert hogy elképzelni, úgy menjünk neki az edzésnek, hogy majd a jövőben ez nagyon nagy befolyással fog bírni arra a versenyre, amire például készülünk, szóval nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mentálisan is készüljünk, ne csak az úszodában. De itt hiába beszél bárki bármiről, Michael Phelps Budapest újraindulását az zárjuk ki. Ő amolyan segédedzőként tűnt fel az úszodában néha, nem? Igen, néha-néha lejött, de ugye azért elég elfoglalt volt a Rio Olimpia után, szóval nem sokszor láttuk, de amikor lejött, akkor hát elég keményen próbált minket motiválni, és amikor tényleg Michael Phelps ott áll az úszoda mellett, és üvöltözik veled, hogy gyorsabban kéne úszni, akkor sokkal nagyobb motivációt ad, mint mondjuk bármelyik edző, mert azért csak a világ legdekoráltabb olimpiai úszójáról beszélünk, a sportolójára. Na most, mit gondolsz magadat kívülről látva, milyen fejlődésen mentél keresztül az itthon tapasztalt edzésmódszerekhez képest az amerikai iskolában? Igazából sokkal specifikusabbak az edzések, szóval itthon inkább a méterre megyünk, kint pedig mindenre van valami, szóval sokkal, hogy is mondjam, sokkal nagyobb a tudomány mögötte. Jó, részletgazdagabb. Igen, igaz? Igen, sokkal, szóval mindenkire, inkább egyénre szabott az egész, szóval nem az van, mint hát itthon ugye sokszor beleesünk, hogy például a sprintereket nem szeretjük annyira, mert az lutri, ahogy mondtam, szóval inkább itthon preferáljuk ezeket a 200-as számokat, középtáv, hosszú táv. De kint meg ugye azért, jó, Bob se szereti annyira mondjuk a sprintereket, de azért belátja azt, hogy nekik sokkal másfajta munka kell, szóval például fenn voltam most, Nathan Adrian is ott volt az amerikai edzőtáborban, ugye az olimpiai bajnok 2012-ből a 100 gyorsról, és azért neki is Bob azért próbálta egy kicsit specifikusabbra venni, és nem azt húzta például, amit a 400-asok, és itthon azért szeretjük azt, hogy mondjuk az alapozásnál tök mindegy, hogy ki mit úszik, akkor azt ugyanazt úszuk, szóval. Tehát itt már kezdettől fogva megvan ez a személyre szabottság. Azt mondd meg, a váltóval kapcsolatban, ugye itt lesz ez a 400-as gyorsváltó, az amerikai felfogás az sokat változtatott rajtad is a váltóhoz való viszonyulásodban, vagy a váltó, a közösség, a csapat az milyen fontos dolog, és milyen jó abban úszni? Igen, szóval ez teljesen más, mint itthon. Itthon sokkal inkább az egyénekre fókuszálnak, és hozd az eredményt, és akkor kapsz majd támogatás, és stb. Stb. De kint pedig pont fordítva van, szóval támogatnod kell a csapattársaidat. Ugye itthon egyedül edzettem nagy részt, ugye Békés Csabán, mert nem volt senki, aki az én korosztályomban van, és mondjuk még mindig úszni szeretne. Kint meg ugye ott vagyunk 40-en, vagy 50-en most már lassan, és mindenkinek ugye hasonló célja van, hogy ugye az egyetemi csapat előre mozduljon, és teljesen más, szóval nagyon megtanultam, hogy segíteni kell a másikat, nem ellene dolgozni, és azáltal, hogy én segítek a másiknak, akkor az egész megy előre. És ez a váltókban nagyon-nagyon kijött, mert előtte ugye, amikor volt egy váltó, akkor mindig arról ment, hogy akkor ki fog belejutni, meg kinyomjuk a másikat, meg mit tudom, és most meg nekem abszolút arról szól, hogy a lehető legjobbat, és mindenkinek előnyire váljon ez az egész. Szóval, hogyha én csak reggel úszok, akkor reggel úszok, de én hozzá akarok adni a váltóhoz. Szóval ez meg sok belőlem sokkal többet hoz ki, szóval általában egy fél másodperc szokott lenni, hogyha a repülő rajtal indulok, ugye nem elsőként, hanem ugye látom, hogy mikor fogok indulni, az fél másodpercet szokott adni, de például tavaly a 400-as vegyes váltóban ugye több mint egy másodperccel úsztam jobbat, és a világ legjobbjaival tudtam együtt menni, mert láttam, amikor Laci behozta a váltó, és egyszerűen az nekem akkora többletet adott, hogy egyszerűen... Munka van, most igen, munka igen. Van. Szóval nem szabad elvárások, de ahogy mondtam, nekem az nagyon-nagyon pozitív hatással szokott kijönni, és tényleg a lelkemet kihúztam a fiúkért, mert megérdemelték, és ők is belerakták a munkát, szóval
Nekem ez nagyon-nagyon... Hát akkor lehet, hogy durran egy nagyot a váltó is, nem? Lehetséges. Főleg, hogy most vagyunk már, most már négyen, ugye, akik azért 49 másodperc alatt tudnak úszni, a Kozma Dominik, ugye a német Nándi, ugye, aki berobbant az új országos csúccsal és a Holoda Peti. Szóval ez a váltó azért szerintem egy kicsit többre is képes most már, mert eddig mindig az volt, hogy a 400-as gyors váltó az igazából semmit nem tud elérni, de szerintem most ezen a világbajnokságon meg tudjuk mutatni, hogy azért van helyünk. Hát legyen így a váltóval is, meg egyéniben is, és akkor köszönöm, hogy eljöttél ebbe a late night show-ba. Ja, bocs, reggeli műsorban. Köszönöm szépen. Köszönöm.